Marék Veronika, a csúnya kislány. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy ház. Ebben a házban sok gyerek lakott. Ági a mackójával, Öcsi, Marika, Andris, Pocak, Peti meg Mió kacica. És lakott itt még valaki. A csúnya kislány. Semmit sem szeretett. Se mosakodni, se fésülködni, se fogat mosni. Minek az? Úgy is csúnya vagyok, mondogatta. Játszani azonban nagyon szeretett. Sokat labdázott, sokat fogócskázott, sokat homokozott. A gyerekek egy napon elhatározták, hogy jelmezbált rendeznek. Mindenki lerajzolta, hogy minek fog öltözni. Rajzoltak virágot, labdát, gombát, cicát és lepkét. A csúnya kislány tündért rajzolt. A gyerekek nagyot nevettek. Te akarsz tündér lenni? Hiszen még kislánynak is csúnya vagy. A csúnya kislány nagyon elkeseredett. Bánatában világgá ment. Egy rengeteg erdőbe jutott. Amint ment, mendegélt, talált egy törött fácskát. Elővette a zsebkendőjét, és bekötözte a törést. Azután talált egy tócsát, és a tócsában egy katica bogarat. Keresett egy botot, és gyorsan szárazra húzta. Azután talált egy madárfiókát, amelyik kipottyant a fészekből. Felmászott a fára, és visszatette a fiókát a testvérei közé. Azután lefeküdt a fűbe, és szomorúan gondolta. Hát, rajtam ki fog segíteni? És sírni kezdett. Akkor odajött hozzám Misuli, a sün, és így szólt hozzá. Gyere velem a sünik közé, ott mindenki szeretni fog. A sünik nagyon megörültek a csúnya kislánynak. Hoztak neki virágot, meg gombát, meg szamócát. De a csúnya kislány szomorú maradt. Elhatározták, hogy megvigasztalják. Bukfenceztek, felálltak egymás hátára. Táncoltak is neki. De a csúnya kislány nem lett vidámabb. Akkor Misuli elindult, hogy beszéljen a gyerekekkel. Amikor Misuli megérkezett, a gyerekek már mindenütt keresték a csúnya kislányt. Misuli elmesélte, hogy milyen bánatos a csúnya kislány. A gyerekek mindjárt írtak neki egy hosszú levelet. Misuli pedig futott, futott és vitte a gyerekek levelét a rengeteg erdőbe a csúnya kislánynak. Ez volt benne. Kedves csúnya kislány, ne haragudj ránk! Többé sohasem ne vettünk ki, csak gyere vissza, mert nagyon hiányzol nekünk. A csúnya kislány nagyon megörült, aztán újra elszomorodott. Hiszen ma van a jelmezbál, így nem mehetek el, olyan csúnya vagyok. Ha rám hallgatsz, szép leszel, felelte Misuli, és füttyentett egyet. Akkor megjöttek a sünik, hozták a szappant, a mosdótálat, a törülközőt, a fogkrémet, a poharat, a fogkefét, a fésült és a kefét. Rajta! Kiáltotta Misuli. És a csúnya kislány neki látott. Megmosdott, fogat mosott, meg is fésülködött. Azután megnézte magát a tócsában. Nini! Kiáltott fel Misuli. Hiszen te nem is vagy csúnya. Csak egy szép ruha kellene még, sóhajtott a csúnya kislány. Meghallotta ezt a fácska, amelyiken a kislány segített, és így szólt. Én adok neked a leveleimből ruhát. Madármama virágukat hozott neki. A katica bogár segített öltözködni. Otthon ez alatt megkezdődött a jelmezbál. Mindenki felöltözött annak, amit lerajzolt. Megjött a labda, a cica, meg Mióka, a virág, a gomba, a mackó, meg a lepke. És akkor belépett egy tündér. Senki sem ismerte meg. Megkérdezték tőle. Ki vagy te? Évike vagyok. De lerajzolom, hogy ki voltam eddig. És lerajzolta a csúnya kislányt. Hű, hogy csodálkozott mindenki! Aztán nagy-nagy jókedvük kerekedett, és vidáman táncolni kezdtek. Rajta, rajta, kiabálta Misuli. Nézd, örülnek a sünik is, hogy a mesének ilyen jó vége lett.